Segítség a rászorulóknak, idén is biztosítják a vármegyei önkormányzatok a nyári időszakban a gyermekétkeztetést. Minőségi ivóvíz Tiszadadán, a település egy átfogó fejlesztésnek köszönhetően Tiszadobról kapja a jövőben az ivóvizet. Gazdag kulturális kínálat, pénteken kezdődött és szombatig tart a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja. Idén sem maradnak meleg étel nélkül a szünidőben a rászoruló gyerekek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az önkormányzatok azok számára biztosítják az ellátást, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élnek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az ebédet igényelni kell, nem jár alanyi jogon. Előre csomagolt dobozokban vihetik el a szülők a nyári időszakban a meleg ebédet. A vakáció alatt is biztosítják az önkormányzatok az étkeztetést azoknak, akik szociálisan rászorultak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és igényelték azt. A 700 lelkes Balsán is biztosítják a nyári gyermekétkeztetést. Itt az önkormányzat saját konyháján főzik az ebédet a rászorulóknak. Minden évben, én azt gondolom, hogy már egy több mint egy évtizede a szociális gyermekétkeztetést mindenképpen megoldjuk Balsán. A konyhánk, a Balsai Önkormányzat konyhája az éven is egy 23 gyermeknek egy közel 55 napig biztosítja a szociális étkeztetést, meleg étkeztetés formájában. Kálóseményben is biztosítja az önkormányzat a nyári időszakban a gyermekeknek a meleg ebédet. Évente nagyságrendileg 45 fiatalt étkeztetnek. Az önkormányzatunk az elmúlt évek folyamán folyamatosan részt vett a nyári szünidei gyermekétkeztetésben. Nagyságrendileg 45 gyermeknek a szünidei étkeztetését viseli az önkormányzat a kormányzati támogatás igénybevételével. Emellett azon gyermekek, akik nyári táborba vesznek részt a településen, folyamatosan lesznek ilyenek, azok is természetesen kapnak étkeztetést, napi 3-szor étkeztetést. Máté Szalkán az Esze Tamás gimnáziumba várják azokat, akik jogosultak és igényelték az ellátást. A város jegyzője arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a jogosultak egy-egy napra nem kérik az ebédet, azt előre jelezzék. Korábbi években kialakult gyakorlaton idén sem változtattunk. A szünidei étkeztetést a szociális intézményen keresztül lehet igényelni, ő bonyolítja ezt le, hiszen ez egy szociális ellátás, és az ebéd minden nap 11 és 12.30 között a már korábbi évek alapján is szokásos helyszínen a gimnázium, az Esze Tamás gimnázium konyhájában vehető át. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha az arra rászorult és jogosult még eddig nem kérte, ezt tegye meg, illetve az ellátásban, amikor meghatározza, hogy mennyi időszakra kéri, hogyha valamely nap nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni az ellátást, akkor az ebéd lemondására azon napot megelőző nap 11 órájáig kell, hogy a intézménynél jelezze. Nyíregyházán nem átvételi pontokon várják a családokat, hanem házhoz viszik az ebédet. A megyeszékhelyen 570 ilyen gyermek él, de csak 430-an kérték a szolgáltatást. Ez a család anyagi állapotához igazított kedvezmény, amelyet jegyzőtől kell kérni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy jogosult lenne, de nem tartozik ebbe a kategóriába, akkor kezdeményezni kell a jegyzőnél, és most a nyári időszakban azért igyekszünk gyorsan elbírálni, 2-3 hét alatt ezt megkapja. Ez többfajta kedvezményre jogosítja a családjukat, tehát ezt érdemes végiggondolni, és érdemes igényelni az, ki erre jogosult. Nagyon fontos az, hogyha valaki jogosult és nem igényelte az étkezést, mert ezt jelezni kell előtte, hogy annyi adagot főzessünk le, ahány igény van, ez természetes, akkor mindig megteheti nyáron is. A Család és Gyermekültő Központban jelzi a Körte utcán, hogy én jogosult vagyok, nem kapom, de most már kérem. Ennek a fordítotja, hogyha valaki elmegy nyaralni, vagy van valami más elfoglaltsága, de már nem kéri, akkor kérjük azt, hogy 3 nap előtte mondja le. A nyári szünet június 17-én szombaton kezdődött, és hivatalosan augusztus 31-éig csütörtökig tart. A jogosultak eddig az időpontig kaphatják minden hétköznap az ellátást.
A jövőben már kiváló minőségű ivóvizet fogyaszthatnak Tiszadada lakosai, ezt Tiszadó biztosítja a község számára, köszönhetően egy Európai Uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek. Tiszadadán régóta megoldatlan problémát jelentett a rossz minőségű ivóvíz, ezt tudták orvosolni a csaknem 900 millió forintos beruházással. Ez a víztorony most épült itt Tiszadadán. Az építmény azt az ivóvizet tárolja és biztosítja akár áramszünet esetén is a lakosság számára, amelyet a jövőben Tiszadobtól kap a község. Az egymástól mindössze néhány kilométerre lévő településen ugyanis hatalmas különbség volt korábban az ivóvíz minőségében. Tiszadadán ez a szolgáltatás régóta kifogásolható volt, ezt sikerült most orvosolni Európai Uniós forrásból. Tiszadada településen a megyébe az egyik legrosszabb minőségű víz volt, és a nyírségvíz üzemeltetőnek nagyon sok problémája volt azzal, hogy valamit kihozzon ebből a tiszadadai vízből, és nagyon örültünk neki, hogy volt egy olyan pályázati lehetőség, ami keretén belül Tiszadobról át tudtuk egy csővezetéken hozni Tiszadadára a megyébe az egyik legjobb minőségi ivóvizet, úgyhogy és egy víztorony is, hidroglóbusz is kialakításra került, ami pedig biztosítja áramszünet esetén is a víznyomást a településen. Bán György, Tiszadó polgármestere elmondta, a településükön csak nem 500 millió forintból valósultak meg fejlesztések a projekt keretében. Azon túl, hogy biztosítják az ivóvizet Tiszadada számára, a Tiszadobhoz tartozó Rejetanyán is kialakították a hálózatot. Emellett pedig a korábbi már elavult vízvezetékeket is kicserélték. Én úgy gondolom, hogy Tiszadob ivóvizének az csak használ, hogyha úgymond jobban húzzuk a kutat, mert ez egy lényeges dolog, hogy megfelelő legyen a fogyasztás, kevés legyen a pangóvíz a vezetékekbe, és hát ugye kutat használni kell ahhoz, hogy újra pótolja friss vizet. Tehát mi nagyon örülünk ennek a projektnak. Tiszadobon ezen projekt keretében belül közel fél milliárd forintot fektettünk be. Tehát egy az, hogy kivittük erre a Rejetanyára az ivóvíz vezetéket, a másik, hogy a településen a régi elavult vezetékrendszer is kicserélésre került. Tehát ezen a nagy projekton belül tulajdonképpen Tiszadobon is egy jelentős megújítás történt. A fejlesztések az Észak-Kelet-Magyarországi ivóvíz minőségjavító programban valósultak meg a két településen, összesen 870 millió forint értékben. A hazai színházak mellett Marosvásárhelyről, Komáromból és Szabadkáról is érkeztek társulatok a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljára. A pénteken kezdődött rendezvényen több helyszínen láthatják a darabokat az érdeklődők. A sorban 35. fesztivál szombaton zárul. A plakátokat nézve is rendkívül izgalmasnak tűnik a fesztivál versenyprogramja. Az 1989-ben életre hívott fesztivál, ahogy Kisvárda polgármestere fogalmazott, összegyűjti a magyar színjátszás legújabb értékeit. Különösen nagy öröm számomra, hogy idén is részesei lehetünk ennek a mindig izgalmas, igényes programfolyamatnak, hiszen, amint tudják, sok bizonytalanság, reménykedés előzte meg azt a felemelő pillanatot, amikor eldőlt, hogy nem szakad meg az 1989 óta tartó sorozat folytonossága. Ezután hálásan köszönöm mindazoknak az áldozatos kitartását, bizakodását, értékés munkáját, akik hónapokon át azért fáradoztak, hogy ma az elkövetkező napokban együtt ünnepelhessük a magyar színjátszás legújabb értékeit. A versenyprogram a teljesség igénye nélkül olyan társulatokat vonultat fel, mint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tomba Miklós Társulata, a Komáromi Jókai Színház Társulata, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, Pince Színház vagy épp az Orlai Produkció. A versenyprogramon kívül zenés darabok szórakoztatják a közönséget a Pannonvár Színház vagy a Veresegy Színház jóvoltából. A program összeállítását hosszú és szervezett munka előzi meg.
25 színtársulat érkezik, 25 előadás van, de ebből csak 19 a versenyprodukció. A válogatás pedig úgy történik, hogy a színházak ismerik a helyszíneinket, arra ajánlanak előadásokat, és mi elmegyünk és megnézzük ezeket az előadásokat. Azért ajánlanak a helyszíne előadásokat, mert ők tudják, hogy milyen szenikai feltételekkel felel meg a produkciójuk, hogy fér be tulajdonképpen ezekre a helyszínekre. És a Balogh Tiborral közösen meglátogatjuk ezeket a helyszíneket, és kiválasztjuk az előadásokat. Arra törekszünk, hogy mindig az évad legjelentősebb előadásait válasszuk ki, azért, hogyha ki ide látogat Kisvárdára, az egy ilyen keresztmetszetet kapjon a határon túli magyar színjátszás ez évadjából. A 2023-as év zsűri tagjai Dienes Blanka színésznő, Kis József Jászai Mari díjas színművész rendező drámaíró, Szekeres Szabolcs színikritikus, Szigeti Réka dramaturg és Németh Ákos József Attila díjas drámaíró műfordító rendező. Németh Ákos arról beszélt, hogy zsűritagként mi az az alapvető igény, ami elvárható egy előadástól. Hogy hasonlóan egész egyszerűen, ennek vannak, hogy is mondjam, szerzői oldalról is trükkei, most ezeket nem beszélem ki, de hogyan kapunk el egy nézőt, hogy kapjuk el a figyelmét az elején, és hogy nem engedjük ki tovább, és ezt várom, igazából ezt várom az írott művektől. Az előadástól meg azt várom, hogy már eddig két előadásban pazar színészetet láttunk, a rendezőtől meg azt várom, hogy vezesse a színészeket, tehát hogy legyenek okosan vezetve, és legyen értelme annak, amit csinál. Hogyha ez megvan, akkor az alapfok megvan a színházhoz, és azt már fogjuk élvezni. De hangzott a katarzis szó, meg hasonló. A katarzis az egy ritkább dolog, az nem lehet egy alapkövetelmény, de nem árt, hogyha előfordul egy fesztiválon, az egy-két olyan előadás betalál, ami akár katarzist is okozhat. Ebbe csak reménykedni lehet. A fesztivál péntek este vette kezdetét, és egészen szombatig tart. Túlélési ismeretek, lovaglás, airsoft lövészet, csak néhány a Magyar Honvédség gyermektáborának programjai közül. Vaján 6. alkalommal szerveztek honvédelmi tábort a fiataloknak, júliusban pedig 2 héten át Nyíregyházán is táboroztatnak a katonák. Táborozott, figyelj! Iga, szógy! Vigyázz! Irány utánam! Lépés, indulj! Pihenő után délutáni foglalkozásra masíroznak a gyerekek Vaján. A honvédelmi tábornak itt a Vai Várkastély ad otthont. Szabolcs-Szatmár-Berekben, Nyíregyházán is tartanak hasonlót. Az egyhetes turnusokat eltérő tematikával szervezi a honvédség. A vajai tábornak a fő irányvonala az a lovaglás. Úgy gondolom, hogy ez merőben kapcsolódik a honvédséghez, úgyhogy csak a huszárokra gondolunk. Minden délelőttjük ezzel telik, átutaznak Paposra, ott van egy lovarda, és ott tudnak lovagolni. Van, aki már gyakorlottabb, van, aki teljesen kezdő, de ez nem szokott számítani, mindenki nagyon segítőkész. Illetve délutáni foglalkozások pedig inkább mai honvédelemhez kapcsolódnak. Airsoft lövészet van, szigorúan felügyelet mellett. Mai nap például túlélési praktikákat, ismereteket fognak tanulni, menedéket fognak építeni, illetve katonai testnevelés és alaki foglalkozások is vannak. A célcsoport is más. Ide 12 és 15 éves kor közötti gyerekek érkeztek, a következő turnust viszont már nagyobbaknak, 15 és 18 év közöttieknek rendezik. Nem csak fiúk jelentkeznek a táborokba, a tapasztalat az, hogy a két nem aránya kiegyenlített. A gyerekek közül sokan nem először vesznek részt a különleges nyári programon. Tavaly Füzesaponyban voltam, önvédelmin és Nyíradonyban harcoson. Igazából lovasban azért szerettem volna, mert testvérem is volt ugyanitt, ugyanilyen lovas táborban, és ő is mesélte, hogy milyen jó volt, és inkább az vitte engem, hogy jöjjek ide. Kinek mi jut eszébe a túlélésről? Nyugodtan lehet jelentkezni, és akkor... Igen? Tűzrakás. Tűzrakás. Jó, mondjon valaki mást is. Menedék. Igen. Tiszta víz. Nagyon jó. Hát itt a lányok sokkal nagyobb túlélők, mint a fiúk. Élelemszerzés. Igen. Természet. Tök jó. Hát igen, ugye ott kell túlélni legtöbbször. Ez pedig már a túlélési ismeretek foglalkozás. Ezen az erdős területen kell menedéket építeni a fiataloknak. A feladat az, hogy a terepszínű ponyvákat a csapatok az előírásnak megfelelően rögzítsék a fákhoz. A táborokban kötött a napirend, arra azonban odafigyelnek, hogy a gyerekeket ne terheljék túl.
Van egy napi menetrendünk, ami 6 órai ébresztővel kezdődik, egy gyors frissítő katonai testnevelés, ami futás, egy kis fekvőtámaszt, tehát amit azért meg tudnak csinálni a gyerekek is. Aztán reggeli, ugye lovarda, ebéd, pici pihenőt ilyenkor szoktunk azért adni, mert csak gyerekekről van szó, hogy hamarabb elfáradnak, délután pedig foglalkozunk velük mi katonák az előbb említett programokkal. A Magyar Honvédség 2016 óta szervez honvédelmi táborokat, vagy a község 6. alkalommal adott otthont a turnusoknak. A vármegyei helyszíneken június és július hónapban összesen 100 gyermeket táboroztatnak majd a katonák. A környezetvédelem szempontjából a felnövekvő generáció lehet a bolygó reménysége, akik számára a környezettudatosság már a hétköznapi élet evidens része, fogalmazott Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a Környezetvédelmi Világnap alkalmából megrendezett workshopon. Az eseményen az egyetem és az Eötvös József Gyakorló Gimnázium diákjai rektori dicséretben részesültek a Kárpát-medencei környezetvédelmi versenyen elért dobogós helyezésekért. Sok kicsi sokra megy, hirdetik a Nyíregyházi Egyetem dísztermében a Környezetvédelem Világnapja alkalmából azok a diákok, akik tavaly első, idén pedig második helyezést értek el a nem csak Magyarországra, de az egész Kárpát-medencére kiterjedő Közös Jövőnk elnevezésű környezetvédelmi versenyen. A Nyíregyházi Egyetem gyakorló gimnáziumának 11. osztályos tanulója, Kovács Levente és csapata idén az energiahatékonyság kérdéskörét vizsgálta, és arra jutott, hogy a gyakorlati kis megoldások vezethetnek el a nagy megoldásig. Nem kell mindig világmegváltásban gondolkodni környezetvédelem terén. Látszólag egyszerű a mindenki ember számára ténylegesen megvalósítható ötleteket éppen úgy díjaznak, mint azt, aki olyan ad elő, hogy 5 éven belül a teljes autóállamát le kell cserélni a világon a elektromosra, és pont hogy azt nem díjazzák, ami ilyen világmegváltó, de hogyha jó értelemben földhöz hagadt, reálisan gondolkodó megoldásokra van igazából szükség, nem álmodozásra. Az, hogy a globális éghajlatváltozás korát éljük, mára már tudományos tény, mint ahogyan az is, hogy ezt a folyamatot az emberi tevékenység idézi elő, hangsúlyozta a Környezettudományi Intézet igazgatója, aki szerint arra is képesek vagyunk, hogy változtassunk a szokásainkon. Az ember megjelenése óta számos seb ejtődött a föld felszínén, illetve a föld mélyén, és sajnos tehetünk azért, hogy a mostani állapotok ilyenek, amilyenek, tudjuk, ismerjük, viszont azért is nagyon sokat tehetünk, hogy ezen még változtassunk. Igaz, hogy nagyon az utolsó utáni pillanatban vagyunk, de még talán most sem késő, és ezért nagyon örvendetes az, hogy fiatalok és egyre több fiatal kezd foglalkozni ezzel a gonddal, problémával, hiszen ő életükért is, és a jövőjükért is ez rendkívül fontos, hogy ezeket a sebeket gyógyítsuk, és valamit vissza tudjunk fordítani a hibáinkból. A gyakorló gimnázium diákjai mellett Asztalos Anna, egyetemi hallgató az előkelő 3. helyezéssel tért haza, amelyért ő is rektori dicséretben részesült. Szabó György rektor azt mondta, az egyetem hallgatói számára nem kérdés, hogy a környezettudatosság része az alapműveltségnek, és ezt az egyetemen nem csak elméleti ismereteik során tapasztalják, de az intézmény maga is törekszik arra, hogy úgynevezett zöld egyetemmé váljon. Az egyetem megpróbálja az energiafelhasználását, az ökológiai lábnyomát minimalizálni. Az, hogy itt egy komplex kampusz, élhető kampusz terület, egy nagyon zöld közegbe helyezkedik el az egyetem, minimális a városi hőszéget effektus, napenergiát hasznosítunk, geotermikus energia hasznosítás irányába elindultunk, elektromos járműveket használunk, tehát próbáljuk meg minimalizálni a karbonlábnyomunkat, az ökológiai kibocsátásunkat, az, hogy nem kell nagy utazási terheléssel a hallgatóknak mozogni, itt a kampusz területén élhetnek, mozoghatnak, sportolhatnak. A rektor hozzátette, az egyetemi tananyag mellett a gyakorló gimnázium diákjai számára is igyekeznek beépíteni az élettérrel való felelős gazdálkodás ismereteit. A cél a rektor szerint az, hogy a környezetvédelem a felnövekvő generáció mindennapjainak evidens részévé váljon.
Sikeres idényt zárta a nyíregyházi kosársuli. A felnőtt csapat az amatőr NB1-ben az 5. helyen végzett, a junior együttes az országos B-döntőben a 3. helyet szerezte meg. Az egyesület játékosai közül Dobó Lilla Szombattól a törökországi U18-as Európa-bajnokságon szerepel, Karakó Dorina pedig az augusztusi kínai univerziádéra készül. 250 gyerek, 32 csapat, 14 edző, több mint 25 ezer kilométer utazás, 215 mérkőzés. Ezek a nyíregyházi kosársuli 2022-23-as idényének legfőbb számai. A számok mellett az eredményekre is büszkék lehetnek az egyesületnél, ahol a hagyományos családi nappal egybekötött díjátadón búcsúztak el a gyerekektől a tanév végén. Én úgy gondolom, hogy ez az évünk minden szempontból nagyon jó volt. Tehát ha kezdjük az NB1-es csapattal, aki rájátszásban lett 5., én úgy gondolom, hogy ez nagyon szuper. A juniorjaink B-döntőt játszottak, kadettek régiós döntőt játszottak, a serdülőink B-döntőt játszottak, gyerek Jamboree-t lejutott ki, a kenguru csapatunk az még alakulóban van, és rengeteg sok kosárpalántás csapat. Éppen itt mögöttünk az U11-esek batogtatják a labdát, akik az utolsó megyei fordulón vesznek részt. Sokan vannak, lelkesek, imádják, szerintem ettől nem is kell több. Farkasinszki Gyuláni munkáját a Vármegyei Szövetség díjkiosztó rendezvényén az év edzője díjjal ismerték el. A fönti kategóriában ugye a csapatok nagy részénél én vagyok az edző. Tehát egyértelmű, hogy a eredményt érhet el, ugye azok a csapatok, akik az országos élvonalban szerepelnek. Ezt mondtam az előbb pont, hogy ezen dolgozunk, hogy egy idővel a helyenbe olyan edzők lépjenek, akik ugyanilyen eredményeket fognak tudni elérni. Természetesen egy ilyen elismerés az mindig óriás öröm minden edző számára, mint hogy nekem is, de ugye azt tudjuk jól, hogyha nincs mögötted gyerek, nincs mögötted csapat, hogy teljesen mindegy, milyen szakember vagy te, eredmény nem igazán lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy én szerencsés ember vagyok, mert olyan csapatokat irányíthatok, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legmagasabbra jussanak, ezért kaphattam én ezt a díjat. Farkasinszki Orsolyától Krivacevic Tiadán keresztül Papp Klaudiáig több válogatottságig eljutó kosaras kezdte a pályafutását a nyíregyházi kosársuliban. A jelenlegi játékosok közül Dobó Lilla az U18-as, Karakó Dorina pedig az univerziádi válogatottnak a tagja. Mi kis egyesület vagyunk, tehát bármennyire is szeretnénk nagyobbak lenni. Egy, az anyagi lehetőségeink nem engedik meg. Kettő, nem örvend akkora nagy népszerűségnek ebbe a városba a kosárlabda, mint ami szerintem megérdemelné. Ebből következik, hogy mi azokból a gyerekekből tudunk válogatni, akik bejönnek hozzánk és kosárlabdázni szeretnének. Tehát nem az van, mint egy akadémián, hogy bejön 50 gyerek, abból kiválasztjuk azt a 15-20-at, akivel dolgozni szeretnék, és azzal elérjük az eredményeket. Hozzánk bejön 20 gyerek, és ha juniorban még van 5, akkor nagyon boldogok vagyunk. Azt jelenti, hogy sikerült őket itt a sportág mellett megtartani. Ha meg utána még azt látjuk, hogy fönt, mert zömében Budapesten mennek tovább tanulni a gyerekeink, fönt még játszanak egyetemi bajnokságban, vagy akár NB1-ában, akkor ez egy óriási öröm, és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen gyerekeket sikerült nevelni. A kosársúlyi is fiatalok egy napközis táborral hangoltak a nyári szünetre. Július utolsó hetében következik a hagyományos balatoni edzőtábor, majd augusztus elején ismét elkezdődnek az edzések. Június 26-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden közepesen vagy erősen felhős ég mellett rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Az ország északkeleti negyedén több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között valószínű.